Szavaztok, ez itt a Négy Szem Közt 5. epizódja, most pedig egy különleges debreceni sztárvendéggel fogtok találkozni. Kommentben nagyon sokan kértétek régi edzőpartneremet, Csuhai Jánost, vagyis mindig jóképű Csuhai Jánost, és most pedig egy váledzést fogunk letolni, úgy, hogy tudjátok, a váll a legsérülékenyebb, és mi mindent megtettünk, hogy a miénk ne legyen jó, most pedig megpróbálunk leedzeni úgy, hogy nagyjából jó legyen a válledzés. Úgyhogy tartsatok velünk, Négy Szem Közt! Aha, azok vagyunk, nem tévedi. Hát te mi járod be itt? Csőhely. Felkészítettél? Fel. Egy brutálisan hardcore mi? Rehabos edzés folytatni. Még nem jött, egy 10 fekvőtámasz nyújtam csak a tisztelet. Akkor azért, hogy itt bedullanva. Jó van, akkor. Mit fogunk edzeni? Csak vár. Aha, belátom a téret is azért. Hát igen, ezt majd elmesélem, hogy történt. Jó van. Ja? Ígyunk valamit, azt húzunk bele. Jó. Gyere, foglalj helyet. De egyébként mondd már meg, túrázni jöttél? Ja, táska miatt? Igen. Hát figyelj, egy igazi testépítőnek azért mindig van egy szatyort ott nála. Egy gymnimes táska. Hoppá. Nem szarra gurítunk. Semmi se véletlen. A lényeg, hoztam ajándékot is neked. Na, köszönöm. Egy millió forintot? Majdnem. Még sékert szeretnéd. Van egy, ugye az én olvasatom, ugye egy férfi fémséker. Nekem ez jobban tetszik. Igen, azt akartam mondani, hogy a férfiak fémséket használnak. Ez még maradt meg nekem. A jó, és így van, és a pörgetőt is hoztam. Na, köszönöm, milyen ízű? Ez a Tortola vitargós, ez kérlek szépen citromlime. Jó, úgyhogy ebből megkeverök most egy becsületes adagot, jó? Köszönöm. Kíváncsi leszek, mert még nem kóstoltam a gyümölcs pörgetőt, de most letesztem. Jó lesz. Ilyen jó még nem is volt. Egyszer. Te nem sajnálod. Hát, én azt mondom, ha pörgető, akkor legyen pörgető, nem? Tessék. Jó, köszönöm szépen. Jó. Már ezért megérte, hogy Korné megcsinálja nekem a pörgetőt. Jó, nem sok mindenkinek szoktam sékert csinálni, vagy pörgetőt. A múltra való tekintette. Így van. Hát azért elmondjuk, egy 5 éve nem edzettünk együtt legalább. De szerintem már több is, 7. Mint Debrecenben szerintem edzettünk utoljára. Igen, úgyhogy most a kommentekben ugye van mindig a Négy Szem Köztnek, ugye, hogy bekommenteljétek, hogy kivel szeretnétek edzeni, és nagyon szinte legtöbben téged. Tényleg? Aha. Még emlékeznek rám a fiatalok? Köszönöm előre, és megköszönöm a bizalmat. Jó, úgyhogy Jancsi, köszi. Egészség. Akkor kicsi melegítés. Menjünk hátra a kézis húzós részhez, jó? Ja. Ott oldala menünk majd. Jó, ha most te vagy otthon, úgyhogy... Itt is szoktam aludni. Akkor mi a felállás? Kicsi melegítés? Kicsi. Kicsi? Kicsi. Hát ugye legyen már korunknál nagy. Fogva azért szerintem az egy fél óra benne vagyunk már, persze. Most már inkább melegítés, kevés edzés. Jó. Igen, lassan az a baj, hogy az a több amúgy a bemelegítés, nem az edzés. Na jó. Nem, na. Hogy azt higgyék rólunk, hogy puncik vagyunk, viccet, szóval... Viccet félretéve. Jó, most nem csináljuk. Jaj! 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 Mert mit csináltál a vállalatban? Edzettem itt hajnal egyig. Tudod, itt nekem az utcámon a boltom. És akkor megálltam a boltnál, láttam, hogy srácok, ilyen fiatal srácok verekednek. Oda mentem, és pont az egyik legnagyobb batyit megfogtam, összeszorítottam, és így elvittem. És akkor egyszer csak így elszakadt a vállam. Mert nem magától a fogástól csak? Nem, a műtétnél kiderült, hogy egy korábbi 20 éve korábban egy snowboardos sérülésem okozta ezt az egészet, ami a rotátort elnyírta a lapockán. És 20 év intenzív edzés kellett hozzá. És edzésen nem szakadt el soha, és utána akkor ott. Jó, kellett neked beleszólni. Többet sem megyek oda. Jó, elhiszem. Na. Jó vastag vagy azért. Nem azt mondtam, na, hogy jól nézek, csak hogy jó vastag igen. Vagy. Igen. Hogy másfél éve naturál vagyok. Te régen is így emeltél, így. Ugye? Régen így emeltél oldalra. Aha, én még mindig magam mellől. Nem, magam mellett én is. Igen, én csak szeretem ezt az előre beengedést. Igen, mert ebből ez van.
Bedurrant a vállam. Bedurrant a vállam. Hát az a lényeg, hogy bedurranjon, nem? Hát azt mondják, hát, ugye Arnold is azt mondta a Pumping Iron, hogy az a legjobb érzés, mikor bedurrantasz. Hoppá, azért azt remélem felveszed az egykezest, azért nem sok teremben van ilyen egykezes. Nehogy ne elvidd a kamerát, mikor belebeszélek. Szerintem inkább annyiba különbözünk, hogy te egy kicsit gyorsabban csinálod, én meg egy kicsit lassabban. Meg én izmosabb vagyok. Igen, az meg a másik. Nyolc. Elég, mert még a végén nagyon izmos. Azt hiszem 12-t csinálsz. Nagyon izmos leszek. Vigyázok, vigyázok. Akkor én húzzak 30-ot, mi? Hogy izmos legyek. Látod, hogy csúcs cseréltünk, mert... Miért cseréltük ki? Ennek vétnyebb a markolata, mert a másiknak az elejkónak vastagabb. Azok inkább nyomniók. Ez még inkább ez egy kicsit nekem kényelmesebb ollal emelni. De neked is, nem? Főleg, hogy ilyen kicsi a kezünk. Igen, a tied, az enyém nem. De tudod, mit mondanak, akinek kicsi a keze? Még egy. Gyerünk még. De várjál, mi csak felmenőzünk. Baszki, ez volt már vagy 30, amúgy esküszöm. De tudod, hogy meg csak felmenőzünk, majd ezután fogunk majd csökkenteni. Baszki, megköszönni, jó? 13-a 5-öt 20, amikor mondod, hogy 2. Hát nem hiel vagy. Tudod, hogy a lendületet, a biztatást megadjunk. Ez az! 6! Új, ide könnyű! Gyerünk! Egyre könnyebb! 7! Hadd menjen akkor 20-at! 8! Még 2! 9! Még egyet! Hopp! Az! Új, új! Az volt, hogy ettől is betudott a vállam. Hajtett! Tudom, mi jutott eszembe amúgy, mikor készültél az Arnoldra? Igen? Igen? És akkor googoltál utolsó héten. És ez örökre bennem marad, még élek. Googoltunk, és akkor a mi termünkbe edzettünk a másikba, és emlékszek, hogy a bandás csak így félig volt a lábadon, azt mondta, hogy nem bírtam, akkor nem tudsz többet googolni. Igen, hát valami emlék. Még egy képen is van róla, és akkor mondtam neki, hogy emlékszel egy évvel ezelőtt, mikor a intenzíven voltál, hogy megtettél volna mindent, hogy most googoljál. Sose felejtem, hogy nem szóltál egy szót se. És visszamentem. Lehajoltál, azt tekerted fel a bandást. Igen. Azt googoltál meg. Hát voltak ilyenek is, igen. Azok a régi szép idők. Emlékszel, hogy amikor készültünk? Versenyre mennyivel, meddig mentünk fel, volna emelésbe? 35-40. 36-40. Aha, emlékszem. Hát most már ez ilyen, nekem ez ilyen sci-fi. Hát eltelt 10 év. Megöregettünk? Súlyok fáradtak el. Ja, nem öregettünk meg. Az a baj, hogy hát én is próbálok keményen edzeni, csak az a baj, hogy most már mérlegelni kell, hogy egyikünk se versenyez, hogy megéri-e. Persze. Tehát tudnám még most is 35-tel oldal emelni, mert fizikálisan bírod, csak az a baj, hogy minden más izület, porcinszalag minden gatyára van verve. De akkor nem számított semmi. Akkor nem. Sose felejtem, azt hittem, hogy halhatatlan vagyok. És én is. Sebezhetetlen. Kivízhajtva, 2.30-ból még az aktívban, amikor googoltunk, az Béla, meg fog sérülni. De bazdmeg, állj már ellen lőlem. De miért állsz elém, bazdmeg? De meg fog sérülni. Nem is érdekel. Hát most nem érdekel. Fennmarad a rúdon 130. Au, bazdmeg. Motiváció. Na jó, az. Na. De ti nyomjátok, hajtsatok. Ti mi fiatalok vagytok. Hát mindjárt megvan a maga ideje, meg helye. Hét, nyolc, kilenc, utána megyünk el a strandra, ez az jó, bedurrantunk, egy. Bakker. Lehet kimenni a strandra, tudod, saskört megcsinálni. Nem járok strandra majd 10 éve. Hozd ide a légzőkészüléket. Tudod, mi a titka? Mi? Ahogy csökken a súly, egyre szabályosabb van. Értette. Még... Emlékszel még? A végén én fogom csapni, és te csak a negatívot tartsd meg. Értette. Gyerünk.
Csapom. Tartsd meg. Tartsd meg. Azaz. Gyerünk még. Ne pofázz. Még. Csapom. Tartsd meg. Jó. Baszki. Jó volt? Nem volt jó. Baszki. Are you ready for the comeback? Yeah. Are you ready for the comeback? You know we the ones that ready for whatever. We gon' have to show them some, man. Let me see them hands up all the way from. Csend, rend, fegyelem. Hammer? Igen, Hammer. Apa. Nekem ugye amióta a vállamat megműtötték, elég kevés gépet tudok használni, meg elég specifikusan. Ezt is fordítva szoktam nyomni. Hogy nem a háttal fekszem. Igen, mert ugye a gép megadja a saját szöget, hogy neked hogy nyomd a vállamat. Meg hogy hol igen, ott úgy, mert hogyha én megfordulok, akkor pont az az optimális szögbe fog lenni, ami nekem a legjobb. Ebben egyáltalán nem fáj a vállad, vagy csak kicsit fáj? Nem, ebben nem. Egyáltalán nem? Ha. Az a baj, nekem is van csak olyan gyakorlatlan, amiben nem fáj annyira, vagy amiben kicsit fáj a vállad. Olyan nincs, amiben egyáltalán nem fáj. És még így is kurva jól nézze ki, csak hozzáteszem így mellett. És ezt veszed fel úgy, hogy benne vagyok, csak hozzáteszem. Tehát beszélek neked, hogy milyen jó vagyok, és nem veszed fel. Nem baj. Now I see you with your bad self. If you're into taking L's and I can't help, I'll be the self-made champ, look at my belt. I built this all from the ground up, this all by myself, you know. Voltam guggolások, de a legelső lábozós, mivel együtt lábaztunk. Én nem ismertelek akkor, csak mondtad, hogy Vélával ezzettem, hogy segítsek már egyet. Oda ment a guggoltál egyet, mondom, ez mi a szar volt? Hát mert abbasz, hogy 100 kilóba guggoltál, vagy 8 felett, hát neked elég. Hát nem mondom, miért elég? Hát már akkor nem tudsz felvenni a csinos gatyát, hogyha nagy a láb. Ez volt. Are you ready for the comeback? Yeah. Are you ready for the... Az utolsó gyakorlat. Vetkőztetjük, jó? Legalább háromszor. Jó, háromszor, amennyi megy. You ain't see him coming, you just heard drums. They've been ready for the battle, any person that comes. Got the weight of the world on them, yeah, they're too strong. Hadd menjél, gyerünk, Jancsi. Hadd! Kell, 7, gyerünk! 8, 9, 10. Tesom. Láttad? Jó volt. Na, mennyivel csináltuk? Az összessel. Ah, nem merem. Még, gyerünk. Segít! Ah! Gyerünk! Beszartál, ah! Mi? Bedurrantál? Ah! Fogjuk rá! Előremelés fogunk csinálni kötéllel, ugye? Előremelés, meg egy széles állékhúzás, vagy mellékhúzást inkább. Melyik? Szuperszetben az egyszerűség kedvéért. Ugye maradtunk az elhaladási sorrendben, úgyhogy te kezel az előremelést. Jó. Kezdel az elemelés, és akkor én megyek honnan utána. Honnan tudod, hogy én fogok hamarabb meghalni? Tehát a matematika szerint neked kell először. Ja, mert egy éve üregebb vagyok. Így van, csak az ő. Oké, benne vagyok. Na, menjen! Vége fele már azért muszáj kicsit lendületből, de ameddig megy szabályosan, addig minél jobban kitartjuk. Úgy, azaz itt érez, mint hogy egy kés belenyomnék. Are you ready for the comeback? You know we the ones that ready for whatever. We gon' have to show them some, man. Let me see them hands up all the way front back. You don't understand that I'm doing what you can with no cap. This is the return of the one. You ain't see him coming, you just heard drums. Vége van? Tartsd meg? Még nem fáj. Van fáj. Oh. I might have been down, not out. It's on sight, you gon' figure that out. And I might have been down, not out. Gyerünk még. Na még ötöt. Ha! Na még hármat. Jó, most már kell le.
elszámolt. Jó volt? Hú, apám! Még mielőtt összeesek, vagy összeesünk, a végére még van egy meglepetésem. No, micsoda? Mindig el szoktam felejteni, van hozzon egy csele. Hozzon nekem valamit? Ajándékot? Igen. Egy kurva jó dolgot fogok hozni neked. Van egy olyan, hogy challenge, kihívás, amiben is egy kicsit össze fogjuk mérni egymást. Kiugrik helyből távol legtovább? Azt nem. Jó. Viszont, mit elválasztunk, el fogunk menni a oldalölő géphez, és akkor abból csinálunk vagy egy vetkőzőt, vagy mit tudom, egy 50 számos mérlést. Melyiket szeretnéd, vetkőző, vagy a nagy is mérlés? Te nyerted. Egy rokkant választ. Muszáj. Oké, rendben van, legyen úgy, hogy... Melyik legyen, vetkőző, vagy más sorozat? A vetkőző. Jó. Ma mit vetkőzünk? Nem, vetkőző sorozat, csigás oldalölő gépen. Nem. Hajrá. Challenge! Menjük. Jó, és akkor egyesével megyünk le. Jó. Bakker. És akkor most az a lényeg, hogy ki hal meg először? Mindenki meg fog halni a végén, ne aggódj. De várjál, nem értem a challenge lényegét, hogy ha meg tudod csinálni, akkor... Akkor megcsináltad. Akkor mi? Akkor döntetlen? Igen. Tudod mi? Akkor... Te nyertél. Na gyere! You ain't see him coming, you just heard drums. They've been ready for the battle, any person that comes. Got the weight of the world on them, yeah, they're too strong. Nekem a bal vállam volt a gagyi, neki meg a jobb. Most rám szól a másik kamerás, és így álljak ki. Hát mi menjek haza, vagy mi van? Nyugodtan. Mindegy, van mindegy, hova állok, érted? Elég amúgy is esztár, nem? Amúgy, ja. Már hogy én elég vagyok? Na, hadd menjen, Jancsó. Kilenc, tíz, az összeset megcsinálod, hallod? Akkor én nyertem. Nem marad benne több. Akkor én nyertem. Legyen a döntetlen. Döntetlen. Jó van, Jancsi. Melye. Köszönöm. Hiányoztál, baszki. Most jó, megint 7 évig ne gyerek. Jó van. Lement az edzés, most pedig egy Jim Beam-es hidrolizátumot fogunk inni, csak is, hogyha elfogadod. Azt hittem, hogy a felesdő művet viszont, de jó ez. Azt nem. Kinyitod a sékeret? Persze. Oh, Isten ajándéka. Enyém a férfiséket, írd a lány. Aha. Hát ugye, most muszáj volt valakinek ezt is bevállalni. És mi van veled amúgy mostanában, mert mint a bölöbben volt, tudod, hogy eltűntél, már meg itt vagy? Már meg itt vagy. Ja, mesélj valamit, hogy mi van, mi a helyzet. Terem. Nyugdíjban vonultam. Igen, teljesen? Nem, hát de... én is. Többek hát, most át örültünk, hogy túléltük ezt a Covidot, tudod? Azért te is azért tisztában vagy, hogy mi volt itt azért Covid alatt. Versenyzés, ilyesmi? Hova már 40 felett? Miért neked versenyzés? Ne, nekem se, hát én már nem akarok. Hát én se. Csak pont azért, hogy mostanában nem hallottam, nem videóztál, nem forgattál, nem szerepeltél. Azért is nagy... Volt már, bocsánat, bevágva szabadban nekem nagy szám, hogy most elvállaltad, hogy együtt edzünk. Hát attól függ, hogy ki hív. Köszönöm. És hogyha a Corné hív, akkor ennek nem lehet nemet mondani. De jó, én nekem is amúgy jól esetleg elsőnök hogy mondta neked, persze, hogy hát, minden további nélkül. Pedig alig mertem megkérdezni, mert nem tudtam mondani, mit fogsz hozzászólni. Igen, már egyébként kivonultam ez a nagy Insta, Facebook világból, mert megmondom őszintén, hogy már nem igénylem ezt a kirakatba lenni, csillogni, felrakni magunkra a képet. Már úgy, amióta időzőjében nyugdíjba vonultam, azóta inkább szeretik magammal foglalkozni. Hát meg a teremmel vállalkozás. Igen. Nagyon büszke vagyok erre a teremre. Hát lehet, 5 éve vettem át itt Debrecenben ezt a termet. Akkor az első turnusban felújítottuk, átépítettem. Ez 1300 négyzetméter volt. És utána sikerült a 3 év után hozzávásárolni még 800 ezer négyzetmétert, és akkor így 2200 négyzetmétert teljesen még egyszer átalakítottam. Szauna, öltözők újak lettek, új termek. Elég összetett, szerintem még láttátok, és nagyon büszke vagyok rá a dizájnra is. Hát azt te vagy, és... a dizájn az te vagy. Igen, az én vagyok. Igen, a két, mert azt tudja, hogy ez te vagy. Jancsi, a dizájn maga. Ja. És pont akkor lett kész, amikor kezdődött a Covid. Pont januárban, amikor megnyitottunk,
úgymond időzőjében az új terem megnyitott. Na már vártam, hogy de jó év lesz ez, és tényleg úgy is indult, ugye, hogy milyen jó ez lesz az egyik legjobb év. Végre lett a január, fú, nagyon jó, február, nagyon jó. És március, paf, Covid. És utána jött az, hogy zárjunk be, utána meg csak legyünk nyitva csak hétig. Hát, borzalom. Jó, hát ez túlélhető, hál' Istennek, de azért formát az még mindig vastag, vagy ezt kell mindjárt. Igen, pedig teljesen csak már hobbi gyúrosként vagyok, de nem tudom letenni az edzést, nem is akarom. Már hogyha azért, hogyha véletlen folyamán kimarad 4-5 nap az edzésből, akkor mindig van bennem az az érzés, hogy... Lelkismert furdalásod van. Igen, lelki furki. Igen, hát én sem edzek már úgy, mint régebben, de azért még mindig... Meg kell. Most, hogy edzettünk együtt, meg amúgy is ilyenkorban mindig eszembe jut a régi aktívos idők, hogy Jézus Krisztus, áj, nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Ja, és milyen furcsa, hogy itt vagyunk egymás mellett, amúgy tényleg 5 perc vagyunk egymástól, és nem edzünk 5-6 év együtt. De... Hogy annyira más, tehát hogy te is csinálod a dolgot, én is mindenki csinálja a dolgát, pedig itt vagyunk egymás mellett. Hát igen, tudod, azért változott a világ, mindenkinek vannak sok üzletei, rohanás, én például este edzek, te tudom, hogy most már nem edzel este. Ja, egy korod délután szoktam. Igen, nekem én akkor én rohanom. Én szeretek olyankor edzeni a teremben, amikor sokan vannak, meg ott vannak a vendégek, tudod, hogy lássam, hogy ott vagyok. Ugye én itt vagyok mindig Debrecenben, igen. Nekem más, ugye, mert itt vagyok mindig. Én meg pont akkor Pesten is, meg itt Debrecenben is, én szeretek akkor bent lenni, de akkor nem az, hogy edzek, mert akkor nem tudok edzeni. Akkor általában mindig a vendégekkel kell foglalkozni. Hmm. Oda jönnek, beszélgetnek. Ide is egy héten 2 napot vagyok itt, csütörtökön és pénteken, és hogyha elkezdenék edzeni, akkor az lenne, hogy csak a vendégekkel úgymond beszélgetek, meg prezentálok, mert mindig odajönnek, ritkán látnak, mi van velem, hogy vagyok, és akkor mindig abba kellene hagyni az edzést. Igen. De és inkább mindig záróra után edzek. Hát azt nem mondanám, most mondanám, hogy megígérem, hogy többet edzünk együtt, de nekem ez a 11 óra után egy edzés alatt, hát emlékszem, régen is Bélában meg mindig 10-11-kor. Igen, mind, akkor edzettünk, emlékszel? Jó, de esküszöm, hogy megígérem, hogyha lehet, meg tudunk, akkor edzhetünk többet együtt, mert ez most tényleg jó volt az. Hallottátok? Ezt... Jó, úgyhogy megígérem tényleg. Videóban főleg, róla. Itt vagyunk egymást. Videóban róla. Jó, úgyhogy köszönöm tényleg még egyszer az edzésem. Én köszönöm, meg... na, ugyan már én köszönöm. Ja, jó volt, na azért megint megfiatalottunk, baszod. Jó. Jó van. Egészség, Jancsó. Ennyi volt a 4 szem közt 5. epizódja. Ha tetszett, lájkoljátok az oldalt, kövessétek be az oldalt, kommentbe írjátok be legközelebb, kivel edzek le. Ha tetszett, gyertek el legközelebb is. Egyet tudok ígérni, hogy a következő alkalommal is egy legendát fogunk elhozni nektek. Úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is. Szevasztok!